Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! A Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ kulturális hírei következnek. Több tagintézményünkben is megünnepeltük a május hónapban esedékes jeles napokat, amelyre a dolgozók kulturális programokat szerveztek. Az anyák napját a Csengeri Idősek Otthonában, a Tyukodi és a Szamos Angyalosi Idősek Klubjában is megtartották. Mindhárom helyen az óvodás gyerekek köszöntötték a nagymamakorúakat és az intézményekben dolgozó édesanyákat. A gyerekek verssel, énekkel és ajándékkal kedveskedtek, amit a dolgozók egy kis ellátással és ajándékkal köszöntek meg. A Tyukodi Idősek Klubjának dolgozói és ellátottjai május 22-én ivónapot tartottak. Ebből az alkalomból a klub férfi tagjainak kedveskedtek. A programot a település polgármestere nyitotta meg, majd azt követően igazi meglepetés volt a férfiak számára az ökörítói fergeteges műsora. A jó hangulat megalapozása után töltött káposzta és helyben készített sütemény koronázta meg a napot. Kistérségi Gyermeknap és Tini Expo címmel május 30-án a Tyukodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai gyermeknapot szerveztek, amely változatos elfoglaltságot és kikapcsolódást kínált a gyerekeknek. Az egésznapos program megvalósításához és szervezéséhez nagy segítséget nyújtott Cibere József, Tyukod település polgármestere és Pongó Ottó. A nap folyamán rendőrségi, tűzoltósági technikai bemutató, ügyességi versenyek, gyerekek kézműves utcája, kis csillag születik és számos más műsorszám és szórakozási lehetőség várta a gyerekeket. Délután a csillag születikből jól ismert Szirota Jennifer lépett fel, míg az esti sztárvendég a Kozombolisz együttes volt. Kedves nézőink, május hónapban ezek voltak szociális intézményeink kulturális hírei. További kellemes televíziózást, szép estét kívánok! A Csengerbos Kft. Telephelyén vagyunk, és polgármester urat kérdezem arról, hogy mi épül itt most ezen a telephelyen? Hát először is nagyon nagy örömünk számunkra, hogy egy új cég települt Csengerbe, és egy teljesen új elgondolással, új üzemegységgel fognak elindulni, hiszen nekünk a Csengeri önkormányzatnak mindig zászlós hajóként tűztük ki azt, hogy minél több munkahelyet tudjunk teremteni, és a meglévőket tartsuk meg, főleg most a gazdasági válság idején. 2011-ben, mikor Romika ide került, akkor már az egy öröm volt számunkra, hiszen 200 embert vettek fel foglalkoztatásba, majd tavaly évben az Alma Régió Kft. Az új csomagoló, alma csomagoló üzemével 35 embert foglalkoztatott. És most pedig ez az új üzem, amelyet hallottunk Várai Szabolcs igazgató úrtól, aki nekem nagyon régi barátom is, szinte gyerekkori barátok vagyunk, és hát mikor Szabi elmondta ezeket a terveit nekünk, hogy ők szeretnének egy saját céget, egy ilyen üzemet létrehozni, akkor ugye nem volt nehéz rábeszélni, hogy Csengerbe kellene megvalósítani, hiszen ő ugye elmondta a debreceni lakosok, de azért mégis a szíve ide húz vissza, hiszen itt született Csengerben, és nagyon bízunk is abban, hogy ez a jó kapcsolat, ez a jó baráti viszony, ez tovább fog működni, és mint ahogy hallottuk ezzel az új édesipari üzemmel,
plusz új 10 munkahelyet, 10 családnak tudnak munkahelyet és munkalehetőséget csengeri családnak adni. Ez azért fontos, mert ez utána bővülni fog tovább, hogy igazgató is elmondta. Először egy műszakba indítják el a termeléseket, utána több műszakos termelést indítanak be, ahogy a kapacitást tudják növelni, és ahogy az megrendelések is majd növekedni fog. Nagyon sok üzem így indult el elsősorban, és ma már látjuk Csengerben is, hogy vannak több száz főt foglalkoztató üzemek is. Bízunk benne, hogy ez is egy pár éven belül oda fog kerülni, hogy akár 100-150 főt is tudjon foglalkoztatni. Nekünk az önkormányzatnak, ami a legfontosabb volt ebbe az ipari parkba, erre a területre, egy 110-es nyomóvezeték, ivóvíz vezetéket kellett kiépíteni. Ez az építkezés most megy folyamatosan. A nyírségvíztől rendeltük meg ezt a munkát, hiszen egy ilyen üzemhez, vagy a mellettünk lévő tésztaüzemhez is, vagy a mögöttünk található másik üzemhez, ugye vizet kell szolgáltatni, tűzcsapra szükség van, és a szennyvizet azt tavaly előtt kiépítettük, de fontos az, hogy az ivóvíz ellátás is, főleg egy ilyen édesipari üzemhez legyen kiépítve. Polgármester úr magánvéleménye arról, hogy mit szól ahhoz, hogy egy ilyen fiatal vállalkozó, akinek teljesen más a szakképzettsége, belevág és meri, és megcsinálja, és vállalkozik. Mi a véleménye erről? Mindenki támogatásunkkal biztosítjuk, Csengerváros önkormányzata részéről is, és nagyon örülünk annak, hogy minél több fiatal gondolkodik új vállalkozásokban, hiszen nagyon sok pályázati lehetőség lesz most az elkövetkezendő hétében, és mint ahogy azt miniszterelnök úrtól is hallottuk, a idejövő több ezer milliárdnak 65%-a lesz gazdaságfejlesztésre fordítva, ezt vártuk már nagyon régen, hogy pörgessük fel végre a munkahelyteremtéseket, hiszen nekünk is nagyon nehéz volt az elmúlt években, hogy mikor az Európai Uniós pályázatoknak kisebb része ment gazdaságfejlesztése, és nagyobb része ment olyan dolgokra, amit szinte csak papíroztak, és abból látszhatja, nem történt. És ezért nagyon örülünk annak, hogy a gazdasági fejlesztés mikro, kis és középvállalkozásoknak is kerülni fog. Ezzel még jobban el tudjuk indítani a munkahelyteremtéseket a városban, itt lévő cégeknek a továbbfejlesztését, még több munkaerőnek a felvételét, és új üzemeknek, új cégeknek, mint ennek az új üzemnek is a betelepedését Csengerbe. Ezáltal mi, amit már létrehoztunk, az a következő lesz, a régi ipari parknak a bővítését fogjuk továbbvinni, komplett kiviteli tervünk van, vásároltunk 8 hektár területet, és abba szeretnénk tovább úgymond felparcellázott területeket megvalósítani, teljes infrastruktúra, hiszen azt látjuk, hogy ha nincs infrastruktúra, akkor nem jönnek a beruházók. Tehát az, hogy a Kecskelegél rajta, az nem ipari park önmagában. Akkor lesz valami ipari park, ha önkormányzati tulajdonban van, és az önkormányzat tud vízzel, csatornával, villannyal, gázzal, mindennel ellátott területet biztosítani. Ezt fogjuk most megvalósítani, erre fogjuk a pályázatunkat is beadni, és ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy az ipari park második része, mint a vasút mellett található, kell az ivóvizet is idevezessük. Ez az önkormányzatnak a feladat, hiszen a vállalkozók iparizási adót fizetnek nekünk, ebből tartjuk fent az iskoláinkat, az óvodáinkat, az önkormányzati intézményeket, a járóbetegellátó központot, akkor ők joggal várják azt el az önkormányzattól, hogy mi pedig olyan ipari parkokat építsünk ki, és olyan területet biztosítsunk, ami teljes infrastruktúrával ellátott. Úgyhogy ez a mi feladatunk, mi ezt meg tudjuk tenni, valamint az, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk az itt lévő vállalkozókkal és az újonnan ide települőkkel, még tárgyalunk 2-3 másik komoly beruházóval is és munkahelyteremtéssel, ezt még nem szeretném elárulni, hiszen akkor válik biztossá, ha már a szerződéseket alá tudtuk írni. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy Szabiék itt vannak, örülünk annak, hogy szeptemberben már meg tud az új üzem nyílni, és annak is örülünk, hogy új foglalkoztatás lesz a városban, és bízunk benne, hogyha ez így fog menni még az elkövetkezendő években, hogy mindig egy-egy évben, reméljük minden évben tudunk egy-egy új üzemet átadni, akkor a foglalkoztatási munkanélküliségi rát, a munkanélküliségi rátát tudjuk csökkenteni, a foglalkoztatási rátát pedig növelni. Az a helyzet, hogy nekünk kell sajnos mindent megoldani Csengerben, mert a környező falvakból is ide járnak dolgozni, viszont ott nincsenek munkalehetőségek, egyedül az önkormányzat a foglalkoztató, de semmilyen más munkalehetőség nincs a kisfalvakban, és ezért nekünk Csenge városának úgymond térségi szerepben kell gondolkodni, fel kell ölelni az ott élő kistelepüléseket és az ott élő lakosságokat, hogy ez a térség ne amortizálódjon, ne degradálódjon,
tehát nem induljon egy pusztulási folyamaton, hanem igenis mutassuk meg, hogy Csenger az, ami Budapesttől a legmesszebbi kisváros, mi is tudunk itt létezni, mi is tudunk munkahelyeket biztosítani, és pár éven belül nagyon bízom benne, hogy az itt élő emberek tudjanak is válogatni a munkahelyek közül, hiszen ez lesz a legfontosabb, hogy aki itt akar maradni, fiatalok, akkor azok érezzék jól magukat, legyen megfelelő megélhetésük, és emellett nyilván nagyon fontos az új úszoda, amit építeni fogunk, nagyon fontos a kerékpárút, nagyon fontos, amit még itt megvalósítunk, de a legfontosabb mindenkinek a megélhetés. És én bízom abban, hogy ez a folyamat nem fog megállni, és ez tükrözi az is, hogy 25 év után, tavalyi évben először nőtt Csenger lakossága 35 fővel. Tehát ilyen még soha nem volt. Tavaly előtt évben volt egy stagnálás, tavaly évben viszont már 35 fővel nőtt Csenger város lakossága, és ezért küzdünk, ezért fogunk dolgozni, hogy mindkét ipari parkot tudjuk minél hamarabb úgymond betelepíteni új vállalkozókkal, és minél több fiatal, helyi fiatal tudjon itt maradni. Még mindig kevés ez, ami ide betelepült, látjuk, érezzük ezt az önkormányzatnál, de ezért fogunk dolgozni, hogy minél több jöjjön ide, és azoknak az embereknek, akiknek nincsen most munkalehetőségük, ők minél hamarabb tudjanak munkához jutni. Itt egy édesipari üzem kerül kialakításra. Reményeink szerint, terveink szerint üzemi szinten 10 főt kívánunk majd foglalkoztatni. Ezt reméljük, reményeink szerint ez kezdésként jelent 10 főt. Nagyon szeretnénk ezt a létszámot majd bővíteni és csengeriekkel feltölteni. Ugye ez köztudomású, mindenki tudja, csengeri származású vagyok, sok minden ide költ, és hát jött ez a családi ötlet. Részben ilyen szakmai, úgymond igényesség is vezet bennünket testvéreméken keresztül, és próbáljuk ezt minél magasabb szinten, professzionális módon ezt a beruházást megvalósítani. Azt ugye tudjuk, a gyökerek azok ide Csengerbe vezetnek, de ha már vállalkozik az ember, akkor nem gondolta esetleg úgy, hogy más településen. Miért Csengert választotta, vagy honnan ez a kötődés, még azon felül, hogy innen ment el ön egy másik helyre dolgozni, tanulni? Ezt a beruházást máshol is meg tudtuk volna valósítani. Azt is mindenki tudja, hogy Debrecenben élünk. Tehát a családom is ott él, gyerekek, mindenki már Debrecenhez fog nagy valószínűséggel inkább ugye kötődni. Legkézenfekvőbb ez lett volna, és meg is tudtuk volna ezt egyébként valósítani Debrecenben is, de adott volt egy helyzet, ami itt van, ugye mindenki ismeri a Csengerbusz Kft-t. Adott volt az is, hogy itt milyen körülmények vannak ezen a telephelyen, és mivel ez egy alkalmas telephely arra, hogy ezt a beruházást éppen ebben az épületben megvalósítsuk, ezért a legkézenfekvőbbnek nyilván ez mutatkozott, hogy itt valósítsuk meg, és nyilván az is nagyon nagy szerepet játszott ebben, amikor polgármester urat, régi ugye, barátomat, gyerekkori barátomat ugye, megkerestem ezzel az ötlettel, akkor teljes egészében ugye, a támogatásáról biztosított, és ebben nem is csalatkoztunk, tehát az önkormányzat részéről is szakmailag, műszaki osztályon keresztül tényleg nagyon-nagyon pozitív volt a hozzáállás, ami hát külön öröm, hogy nem akadályokat gördítettek a beruházás elé, hanem azt nézték, hogy hogyan lehet ezt minél gördülékenyebben, gyorsabban megvalósítani. Mit árulhatunk el a Csenger TV nézőinek? Tehát mi fog itt készülni, és hogyan? De ez egyelőre azért titkos. Egy biztos, itt olyan édességek, étrendkiegészítőket fogunk gyártani, ami európai viszonylatban is tehát egyedülállónak számítanak. Próbálunk olyan egyedi receptúrákat kidolgozni, olyan laborhátteret is építünk ki, amivel nem úgy országos, hanem európai szinten is megpróbálunk csak mi rendelkezni. A verseny az nagyon nagy, az hatalmas, de minden szempontból megpróbálunk ennek megfelelni majd ennek a versenynek, és várjuk a kihívást. Azt megkérdezhetem-e, hogy hazai vagy külföldi piacon gondolkoznak? Elsődlegesen külföldi piacon próbáljuk ezeket a termékeket értékesíteni. Külkereskedői visszajelzések alapján
úgy gondoljuk, hogy pozitív fogadtatásban részesülnek első körben a megkeresések, az érdeklődés az megvan, és mi kívülről próbálunk beérkezni az országba, és ez egy speciális piac, a magyar piac, nagyon nehéz érvényesülni, és nyilván külföldi referenciákkal sokkal könnyebb a piacra jutás. Az átadás, az épületnek az átadását, illetve az üzemnek a beindulását mikorára tervezik? Reményeink szerint augusztus elején el fog indulni a próbaüzem, és úgy tervezzük, hogy szeptember elején, közepetáján pedig már rendesen tudunk gyártani. Arra van-e valami tájékoztatást, adhatunk-e arra vonatkozóan, hogy ezt a terméket, amit elkészül, itt a csengeriek megkóstolhatják-e? Természetesen. Igen. Természetesen akkor beindul az üzem, akkor ezek majd a boltba kerülnek, és meg lehet vásárolni. Itt hogyan kell ezt elképzelni, hogy milyen kategóriájú édességek fognak itt készülni árban? Piac igényekhez fogunk igazodni. Első körben inkább azt mondanám, így globálisan, hogy a termékpaletta az, tehát különbséget fog mutatni a külföldi és a hazai termékpaletta. Ez részben ugye az árban is meg fog jelenni. Minőségben nem feltétlenül, tehát ugyanazok a minőségi alapanyagok kerülnek felhasználásra, de nekünk figyelembe kell venni azt, hogy milyenek a magyar piaci szokások, íz szempontjából, sok összetevője van ennek a kérdésnek, és ez természetesen az árban is meg fog jelenni, tehát igazodni fog a magyar piaci viszonyokhoz az ár.
Oh,
Csengerváros önkormányzatának nevében tisztelettel köszöntöm a pedagógus nap alkalmából szervezett ünnepségünkön megjelenteket. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Forján Zsolt urat, Csengerváros polgármesterét. Nagy Miklós urat, a Csengeri járási hivatal hivatalvezetőjét. Farkasné Krisztinát, a Klebersberg intézmény fenntartó központ tankerületi igazgatóját. Bokor Lászlót, az Ady Endre gimnázium igazgatóját. Kazamér Tibort, a Makovec Imre általános iskola igazgatóját. Ifjú Vince Zoltán, a Petőfi Sándor könyvtári, közművelődési és intézményfenntartó központ intézményvezetőjét. Tisztelettel köszöntöm továbbá Csengerváros önkormányzatának képviselőtestületi tagjait, az önkormányzati intézmények vezetőit, az egyházak helyi vezetőit, a bölcsőde, az óvoda, az általános iskola, a középiskolai pedagógusokat és a munkájukat segítő alkalmazottakat. A művelődési központ, a könyvtár, a múzeum dolgozóit, a tagintézmények szakmai vezetőit, munkatársait. Megkülönböztetett tisztelettel a nyugdíjas pedagógusokat. A Csengeri járási hivatal, a Csengeri közös önkormányzati hivatal, a Csengeri önkormányzat munkatársait. Felkérem ifjú Vince Zoltán urat, a Petőfi Sándor könyvtári, közművelődési és intézményfenntartó központ vezetőjét, hogy nyissa meg a rendezvényt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves pedagógusok! A Petőfi Sándor könyvtári, közművelődési intézményfenntartó központ nevében nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves ünnepeltet és vendéget a 2014-es pedagógus nap ünnepségünkön. Kívánom, hogy a nyár első ünnepnapja, a pedagógus nap, ez az este, legyen mindenki számára nagyon kellemes és felejthetetlen emlék. Azt mondják, hogy a tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása. Én azt mondom, hogy a tanítás az egyik legnemesebb
és a legtiszteletre méltóbb dolog a világon. Nagy örömmel tölt el, hogy ennyire sok optimista, boldog embert köszönhetek itt. Érezzék jól magukat, nagyon boldog pedagógus napot kívánok mindenkinek. Intézményvezetőnk szavai után engedjék meg, hogy felkérjem Forján Zsolt urat, Csengelváros polgármesterét beszédének megtartására. Tisztelt hivatalvezető úr, igazgatóasszony, igazgató urak, engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem a kedves pedagógusokat, mind a bölcsődei, óvodai, iskolai és középiskolai pedagógusokat, és engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel külön köszöntsem a nyugdíjas pedagógusokat is. 1950-es évek elejétől ugye minden évben megünnepeljük a pedagógusokat, megemlékezünk a pedagógusokról, nevelőinkről, tanárainkról. Ez önmagában nem változik, viszont a környezet az elmúlt évtizedekben, a világ az egy folyamatos változáson keresztül ment át. Gondoljunk vissza arra, hogy mit jelentett 20 évvel ezelőtt tanítani, oktatói nevelői munkát végezni, és mit jelent most oktatói nevelői munkát végezni. Mikor a pedagógus az oktatással volt elfoglalva, akkor ugye azt vártuk el, és azt várták ők is el a szülőktől, nagyszülőktől, hogy a szülő nevelje a gyerekeket. A szülőnek kell azt a feladatot ellátni, amelyet ma jelen pillanatban a pedagógusok látnak el. Mit jelentett ez nekünk ma a 21. században? Mondhatunk mindent, mondhatunk globalizációt, beszélhetünk a liberalizmusról, beszélhetünk arról, hogy egy olyan oktatáspolitika alakult ki a világban mindenütt, ami esetleg az embereket megváltoztatja, pedig ez nem így van. Önmagában az, hogy oktatáspolitika hogyan alakul, ez természetesen mindig az adott ország, egy adott nemzet határozhatja meg, nagyon sok esetben a globalizáció hatására is befolyással vannak. Ezért, ahogy elmondtam, ma már nem oktatási nevelési munkáról beszélünk, hanem sokszor meg lehet ezt fordítani, hogy nevelési oktatási munkáról. Önöknek óriási feladata van ebben, óriási megpróbáltatásuk van, hiszen a 21. században az internet elérésével, az okostelefonoknak a megjelenésével egyre többször mondhatjuk azt, hogy az emberi kapcsolatteremtések, az emberi eszmék, az emberi érzelmek, ezek teljesen háttérbe szorultak. Gondoljunk csak arra, hogy ma az internetes portálokon keresztül hogyan válaszolunk egymásnak, vagy hogyan válaszolnak diákok diáknak, gyerekek gyerekeknek, hogyan tartanak kapcsolatot és hogyan alakítanak új kapcsolatokat ki. Sokszor bizonyos új szavakat is létrehoznak, olyan szavakat, amely két vagy három tag szóból van összerakva, amelyet csak ők maguk értik meg egymást, de sokszor mi felnőttek nem is nagyon értjük, hogy mit akarnak mondani. Ezért ez a személyes kontaktus, a kapcsolatteremtés, az úgynevezett olyan ismerettség szerzése, amely az elmúlt évtizedekben megvolt, de sokszor visszájára fordul. Sajnos megjelentek azok a parti drogok is, amelyek az elmúlt 6-7 évben ugye a környezetünkben is megjelentek, és ezzel szintén önöknek kell megküzdeni, harcolni. Mihez vezetett ez? Nem csak a világ alakult át, hanem átalakultak a gyerekek, a pedagógusok, mi emberek összességében, átalakultak a szülők is. A szülők sokszor azt várják, hogy önök, pedagógusok mondják meg azt, és neveljék, mondják meg azt, hogyan lehet a gyereket nevelni, és elvárják azt önöktől, hogy önök neveljék azokat a gyerekeket, ahol szétszakadó családok vannak, vagy azoknál a hátrányos helyzetű családoknál, ahol nem tudnak foglalkozni a gyerekekkel, vagy nagyon sok esetben nem csak hátrányos helyzetű családokról beszélünk, de egy szétszakadó családnál és sokszor a pedagógusokra hárul ez a feladat. Mit tesz ilyenkor a pedagógus? Ugye sokszor elgondolkodik azon, hogy van-e értelme tovább tanárnak lenni. Van-e értelme annak a munkának, amelyet most a gyerekekbe fektetek bele. De mindig megkapja azt a választ, akár egy tanévzáron, akár egy érdemjegynél, jó érdemjegynek a megszerzésénél, akár egy olyan versenynek a megnyerésével, amelyet országos versenyeken, megyei versenyeken részt vett gyerekeknél, hogy van értelme ennek a munkának. Vagy akkor, mikor az a gyerek tovább megy tanulni, innen az általános iskolába, a gimnáziumba kerül, onnan felsőoktatásra kerül át, és látják azt, hogy ezek a gyerekek, akik diákokká váltak, majd felnőttekké váltak, ezek mind a mi tanítványaink voltak. És volt értelme ezért a munkáért. Volt értelme küzdeni azért a nevelői oktatói munkáért, amelyek itt mennek az iskola falai között. Fontos azt is elmondani,
hogy az oktatási, nevelési munka, ez nagyon sok esetben közösen együtt kell, hogy menjen akár az önkormányzat vezetésével, az önkormányzat képviselőivel, és mindazokkal a dolgozókkal, akik segíteni tudunk mi is, akár háttérintézményéből is. Ezért létrehoztuk a járóbeteg ellátó mellett, ugye, ami egészségügyi ellátásra is, a gyerekeknek az egészségügyi ellátását, a családok egészségügyi ellátása mellett, egy gyermekesély programnak a beindítását alkalmazta és hozta létre. A gyermekesély programban a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felzárkóztatásával foglalkoznak, azon hátrányos helyzetű gyerekekkel, akik esetleg viselkedési problémákkal küszködnek, vagy tanulási problémájuk van, és a mindennapi nyári szünetekben, a mindennapi nyaralásukban, a felzárkóztatásukban és a korepetálásukban ezen pedagógusok és ott lévő szakemberek is segítenek önöknek, akik a iskolai mindennapjaikat itt együtt töltik velük. Tudom, hogy ez még kezdetleges feladat, de az önkormányzatnak ez is feladata, hogy figyeljünk oda az integrációra, figyeljünk oda arra a felzárkóztatásra, amelyek az elmúlt akár évtizedekben elmaradtak, és próbáljuk az önök munkáját segíteni. Mi az önkormányzat amellett, hogy működtetési feladatokat látunk el, amellett a fejlesztési feladatokat is el kell lássuk, és önöknek minél egyszerűbb és könnyebb munkát kell biztosítani. Gondoljunk csak arra, hogy a csengeri gyerekek és a térségben élő gyerekek jelen pillanatban itt, helyben, a városban nem tudnak megtanulni úszni. Ezért Csengerváros önkormányzata pályázatot nyújtott be, megnyertük az uszodánkat, amelyeket 2 hét múlva kezdünk építeni, hogy a gyerekek ne máshova 35-40 kilométerre kerüljenek el úszni, vagy utazzanak el, és erre több óra hossza is rámegy, hanem próbálják meg a sportolási, testnevelési feladataikat itt a városban ellátni, és a mindennapos testnevelés órába tudjuk behelyezni. Ez is fontos fejlődés, mi az önkormányzat ezzel tudunk önöknek segíteni, és ezzel a munkával, ezzel a közös munkával szeretnénk önöket biztatni arra, hogy az önkormányzat mindig itt fog állni az oktatási intézmény mellett, mindig mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez az oktatási intézmény, akár a kisiskola, akár a nagyiskola, vagy az óvoda, vagy a bölcsődére gondolva, mindig megfelelően és kimagaslóan működjön, és azok gyerekeket, akiket versenyre kell elszállítani, utaztatni, vagy különböző programokon kell nekik a megyében, vagy az országban részt venni, mindig támogatni fogjuk. Én szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet az elmúlt évben is végeztek, hiszen nagyon-nagyon sok feladat volt, amelyet meg kellett önöknek oldani, vagy akár az önkormányzat segítségére is szükség volt. De sajnos ilyen problémák, ilyen gyerekek, ezek mindig lesznek a mai világban, ahogy mondtam, a világ változik és a környezetünk változik, és ezáltal sajnos mi magunk is, és mindig meg kell küzdenünk ezzel a feladattal. Úgyhogy minden elismerésünk az önkormányzatnak, nekem is az önöké, minden egyes olyan feladat, amelyeket végeznek, csak köszönettel tudunk önökhöz fordulni, nem csak a mi nevünkben, hanem Csengerváros lakosságának, a csengeri térségben élő embereknek, szülőknek a nevébe is szeretnénk ezt a munkát önöknek megköszönni, és engedjék meg, hogy Széchenyi István szavaival egy pár sorba zárjam a mondandómat. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszi a közerőt, hanem az ész, amely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly és erő az egyvelőné nincs. Ennek több vagy kevesebb léte nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje. Én megkülönböztetett tisztelettel és megbecsüléssel szeretném még egyszer megköszönni az önök munkáját. Mindenkinek nagyon jó szakmai sikereket kívánok az elkövetkezendő esztendőkben, és jó egészséget. Köszönöm szépen, mit tisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen polgármester úr szavait, és engedjék meg, hogy Csengerváros polgármesterének szavai után felkérjem Farkasné Kis Krisztina tankerületi igazgatót, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves kollégák, tisztelt vendégek! Szeretettel köszöntöm a város aktív és nyugdíjas pedagógusait, az intézmények munkatársait. Június első vasárnapja pedagógus nap. A virágok, a mosoly, a köszönet és a hála napja. A pedagógus szó talán a magyar nyelv legösszetettebb szava.
Ez nem szakma, nem munkakör, a hivatás szó sem fejezi ki igazán tartalmát. Ez egy olyan nemes fogalom, amelyben a tanítás mellett megjelenik egy teljes személyiség, a tudás, a tapasztalat, az értékközvetítés és a példamutatás. Nincs még egy olyan hely az iskolán kívül, ahol oly nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rossz vagy rosszkor kimondott szónak, ahol a személyes példamutatás így meghatározó. A pedagógus minden tettét árgó szemekkel kíséri a gyerek, a szülő, az igazgató, a szomszéd, az önkormányzat és a fenntartó. Naponta több száz tekintet kíséri, és mindig kedvességet, mosolyt, tudást, iránymutatást és támaszt várnak tőle. Neki mindig tudnia kell a jó választ, a helyes utat, soha nem lehet fáradt és nem lehet ingerlékeny. Ő mindig segít. Ezért nincs még egy olyan munkakör, amely ennyi azonnali mosollyal és sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munkakör sem, amelynek olykor csak évek vagy évtizedek múlva látjuk a hatását és eredményét. Ezeknek az elvárásoknak megfelelni csak a pihent, nyugodt, kiegyensúlyozott, tanítványai, közössége és vezetői által megbecsült személy tud megfelelni. A tanításhoz békés nyugodt légkörre, kölcsönös tiszteletre, pozitív megerősítésre, köszönetre, pihenésre és a munkatársak segítségére is szükség van. Az elhivatott, szolgálatkész pedagógiai munkához három feltétel szükséges. Az anyagi biztonság, a társadalmi megbecsülés és a belső összetartás. Ez az áloga a pedagógus állandó optimizmusának, folyamatos megújulásának. Tanügyigazgatási munkatársként évek óta először állhatok büszkén a pedagógusok elé, már mindenki elhiszi és érzi, hogy a polgári kormány által bevezetett pedagógus életpályamodell jelentős anyagi elismerésben részesíti a kollégákat. Az új bértábla már tartalmazza a rekreáció, a feltöltődés és az önművelés fedezetét is. Több sikertelen oktatási reform után kissé megfáradva újra azzal szembesülünk, hogy soha nem látott kihívások előtt állnak a pályán maradók. A családi és társadalmi problémákra mindenki az óvodától és az iskolától várja a megoldást. Óriási felelősség és óriási lehetőség áll a pedagógusok előtt. A jövő nemzedékének záloga a kezünkben van. A ránk nehezedő társadalmi elvárások miatt szükségünk van egymásra, egymás segítésére, a jó szándékú együttműködésre. Ezek nélkül elszigetelve kell napi gondjainkkal megküzdeni, melyek megoldása közös erővel, párbeszéddel, egymásra figyelésével, jókedvűen, mosolyogva sokkal egyszerűbb feladat lenne. Sokan vagyunk a köznevelés rendszerében, mindenki az iskoláért és a gyermekekért dolgozik. Itt köszönöm meg a tankerület munkatársainak, az önkormányzat vezetőinek, képviselőinek, munkatársainak segítőkész figyelmét, a pedagógiai munkát segítőknek és a technikai dolgozóknak az egész éves kitartó és fáradtságos munkáját. Kedves pedagógus kollégák! A Csengeri Önkormányzat és a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ a pedagógusok számára ezzel a rendezvényen kívánja kifejezni köszönetét, erkölcsi nagyra becsülését és tiszteletét. Zárszóként a következő idézettel szeretném érzékeltetni a pedagógusok munkájának hatalmas súlyát és felelősségét. Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a tankerület igazgatóasszonyának a szavait. Ünnepségünk keretében kérem fogadják szeretettel az önök tiszteletére készült Rizskó Ignác óvoda Őzike csoportjának ünnepi műsorát, melyet Szabóni Pap Erika óvónő tanított be, a tűztáncot Tóbiás Bernadett. A fellépők Csörök Réka, Vadász Fatima, Pável Jázmin, Erdős Eszter, Kind Martin, Csúcs Tamás, Zámbó Dávid, Pável József és Bokor Gyuszika.
sírtam, mesét mondtál kedvesem. Puha álom szárnyán szálltam, simogattál csendesen. Ma az örömöm, mindaz, amit adtál nélkül.
Köszönjük szépen az óvodások műsorát, nem csak az óvisoknak, hanem a felkészítőknek, illetve a szülőknek is, hogy ilyen szépen elkísérték a gyerekeket. Én arra kérném önöket, hogy a gyerekeknek, felkészítőknek, a szülőknek kérnék szépen egy nagy tapsot, mert megérdemlik. A hagyományokhoz híven a pedagógus napon kerül sor az intézmény és az önkormányzat vezetőinek javaslata alapján a kiemelkedő teljesítmény nyújtó pedagógusok alkalmazottak munkájának elismerésére. Felkérem Forján Zsolt polgármestert, hogy a dr. Kovács Adrián a Csengeri Tankerület humán referense által ismertetett indokolások szerint az elismeréseket adja át. A 2014. évben az év óvoda pedagógusa Tóbiás Gyula Zsoltné. Tizennégy éves óvónői munkakörben eltöltött munkaviszonnyal rendelkezik. Pályafutása alatt türelemmel, nagy szeretettel foglalkozott az óvodás gyermekekkel. Munkáját lelkiismeretesen, elhivatottsággal, teljes aktivitással végzi. Többletfeladat vállalása példamutató, pedagógiai megújulása, önképzésben való aktivitása kimagasló. Színvonalas óvodai bemutató foglalkozásaival gazdagította az óvodapedagógusok szakmai ismereteit. Önképzése folyamatosan bővíti szakmai felkészültségét, rendszeresen vesz részt továbbképzéseken. Ebben a nevelés évben is számos élménydús programot szerzett, szabadidejét is feláldozva. Városi rendezvényeken szívesen vállalta az elmúlt években a gyermekek szerepeltetését. Az óvoda jó hírnevét gazdagítja kimagasló, színvonalos szakmai munkájával. A 2013-2014-es tanévben az év tanítója címet Farkasné Tarkovács Judit kapja. Tanítói diplomáját a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerezte 1985-ben, ahol testnevelés szakkollégiumi képzésben is részesült. Párkapcsolatának köszönhetően 1986-tól a Csengeri Általános Iskola pedagógusa 1996-ig. Ezt követően az államigazgatási főiskolai végzettségének megfelelő területeken is kipróbálta magát a csengersimai és a csengeri önkormányzatoknál. A tanítói pálya iránti elhivatottságát szakmai tudásának folyamatos bővítésével igyekszik bizonyítani mind a mai napig. Diákjait nagyfokú alázattal, példamutatással vezeti be az általa tanított tantárgyak rejtelmeibe. Ismereteit örömmel osztja meg kollégáival. Bemutató óráin kivívta nem csak a helyi, hanem a külső, valamint a határon túli településekről érkező kollégák elismerését egyaránt. Tanítványait szívesen versenyezteti. Farkasné Tarkovács Judit rendelkezik minden olyan emberi és pedagógiai kompetenciával, melyek szükségesek ahhoz, hogy tanítványainak egy életre szóló útra valót adjon. A 2013-2014-es tanévben az év tanára címet Odró Béna Magdolna kapja. Történelem szakos általános iskolai tanári, valamint népművelő diplomáját a nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolán szerezte 1988-ban.
Pályáját először, mint művelődés szervező kezdte, majd 2001-től a Csengerújfalui, 2007-től a Csengeri Általános Iskola pedagógusa. Olyan kolléga, aki a történelem tantárgy tanítását nem csak munkának, hanem szenvedélyének is tartja. Valamennyi rábízott diákot következetesen nagy odafigyeléssel vezeti be a történelem tantárgy rejtelmeibe, és készíti fel őket szaktárgyi versenyekre. 2014-ben a Mozaik kiadó által szervezett országos történelemversenyen tanítványa 8. helyezést ért el. A Tiit megyei történelemversenyen diákjai 7. és 8. évfolyamon egyaránt megyei első helyezést értek el. Az intézményi diákönkormányzat pedagógus vezetőiként kiváló kapcsolatot ápol a tanulói ifjúsággal. Szavára, tetteire minden gyermek odafigyel. Széleskörű intézményi tevékenységével, gyermekszeretetével, szakmaiságával kivívta a pedagógus kollégát, a szülők és a tanulók elismerését egyaránt. A 2013-2014-es tanévben a Csengeri Ady Endre Gimnázium szakképző iskola és kollégiumban az év pedagógusa dr. Balogné Tóth Natália. Magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő, a tantestület egyik meghatározó pedagógusa. Egyetemi tanulmányait az Ungvári Állami Egyetemen végezte 1993-ban. Szakmai felkészültségét folyamatos önképzéssel igyekszik magas színvonalon tartani. 2010-ben elvégezte az országos érettségi vizsgaelnök képzést, 2013-ban a közoktatás vezetői képzéssel a pedagógus szakvizsgát szerezte meg. Első között töltötte fel a teljes portfóliót, amellyel jogosítványt szerzett a szakfelügyelői képzés és vizsga letételére. Rendszeresen felkészíti a tanulóit az iskolai helyesírási versenyre, amelyen jó helyezéseket ér el. Tanulói pályázatokat készítenek az évenként megrendezésre kerülő adinapokra, valamint a karácsonyi iskolai rendezvény is az ő munkáját dicséri. A gimnázium valamennyi rendezvényének aktív szervezője és segítője. Munkája révén jelentős mértékben hozzájárul az intézmény szakmai munkájának biztosításához, fejlesztéséhez, a tanulók szabadidős tevékenységének szervezéséhez. Munkáját áldozatkészséggel, odaadással végzi, kiérdemelve ezzel a kollégák, a tanulók és a szülők elismerését. Szépen polgármester úrnak, és most pedig felkérném Farkasné Kis Krisztina tankerületi igazgatóasszonyt, hogy a Csengeri és a Nyíregyházi tankerület nevében az elismeréseket adja át. A Klebersberg intézményfenntartó központ Csengeri tankerülete pedagógus nap alkalmából elismerésben részesíti Gulácsiné Bacsó Lídiát. ...1979-től Csengeri pedagógus, 2007-től az AMK, 2012. szeptemberétől a Makovec Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közalkalmazottja. Diplomáját 1978-ban szerezte a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Évtizedeken keresztül ért el kiemelkedő eredményeket tanítványaival, vers és mesemondó, valamint szaktárgyi versenyeken.
Az alsó tagozatos kollektíva igazi motorja. Ötleteivel, fáradtságot nem ismerő munkájával folyamatosan színesíti az iskola külcsínét és belbecsét egyaránt. Aktív, tanórán kívüli tevékenységével teszi színvonalassá az intézmény és a város különböző rendezvényeit. Mentális erejének köszönhetően egyszerre képes motiválni a gyengébb, a közepes és a kiváló képességű tanulókat egyaránt. Emberségével, mindenek feletti gyermekszeretetével, magas színvonalú szakmai munkájával kivívta a pedagógus kollégák, a szülők és a tanulók elismerését egyaránt. Sajnos nem lehet itt közöttünk, de elismerésben részesül Katona Mária. Ő tanítói diplomáját a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte 1982-ben. 1988-tól a Csengerújfalui Általános Iskola pedagógusa, majd megbízott intézményvezetője. 2007-től az AMK megalakulásától az intézmény tagiskolájának vezetője. Tanítványait olyan kompetenciákkal vértezi fel, mellyel megállják a helyüket későbbi tanulmányaik során, valamint felnőttként a mindennapi életben egyaránt. Szakmai felkészültségét folyamatos önképzéssel igyekszik magas színvonalon tartani. Munkájával igyekszik olyan feltételeket teremteni intézményében, amivel elégedett lehet munkáltató, a település vezetése, a szülők és a diákság egyaránt. Elismerésben részesül pedagógus nap alkalmából Varjasiné Szőke Julianna. Történelem oroszakos diplomáját 1980-ban szerezte meg a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Házassága révén költözött Csengerbe, ahol munkaviszonya 1983-tól folyamatos. Emberisége magas színvonalú szakmai felkészültsége révén intézményünk oszlopos tagja. Kiemelkedő a tanórán kívüli életvezetési kompetenciákat fejlesztő 30 órás modulokban a szervező és lebonyolító munkája. Mindenek feletti gyermekszeretetének köszönhetően a tanuló ifjúság felé olyan egyetemes emberi értékeket közvetít, melyek egy életre szóló útra valóként szolgálnak. Diákjai hosszú évek óta készítik történelemversenyekre. Ebben a tanévben tanítványa a BEM Apó megyei történelemverseny harmadik helyezettje lett. Több évtizedes munkássága, elhivatottsága, példaértékű a kollégák, a szülők és a tanulók előtt egyaránt. Elismerésben részesül Nagy Katalin, orosz történelem szakos tanári oklevelét 1986-ban vette át a Bessenyei György tanárképző főiskolán. 1996-ban német szakos nyelvtanári képesítést is szerzett. Első és jelenlegi munkahelye is a Csengeri Általános Iskola, ahol immár 28 éve dolgozik. Diákjait példamutatással vezeti be az általa tanított tantárgyak rejtelmeibe. Többletfeladat vállalása példamutató, pedagógiai megújulása, önképzésben történő aktivitása kiemelkedő. Az idegen nyelvi munkaközösség vezetőjeként számos tanulmányi verseny szervezője és lebonyolítója. A nevéhez köthető jó néhány tanórán kívüli programesemény szervezése és lebonyolítása. Emberségével, a pálya iránti elhivatottságával, gyakorlatias szemléletével hozzájárul iskolánk hírnevének öregbítéséhez és az általa tanított gyermekek szellemi lelki épüléséhez.
tekintettel arra, hogy a Makovec Imre általános iskola belső szabályzata nem teszi lehetővé, hogy 3 éven belül ugyanaz a pedagógus kapja az évtanári címet, az intézmény igazgató tanácsa kimagasló szakmai teljesítményéért, továbbá a tanítványaival elért eredményeiért rendkívüli elismerésben részesíti pedagógus nap alkalmából Papp Szilárdot. Biológia testnevelő szakos tanári oklevelét 1998-ban vette át a Bessenyei György tanárképző főiskolában. Főiskolán 2000-ben testnevelő szakos, 2002-ben biológia szakos középiskolai tanári képesítést szerzett. Diákjait következetes odafigyeléssel, példamutatással vezeti be az általa tanított tantárgyak rejtelmeibe, és készíti fel szaktárgyi versenyekre, és nem utolsó sorban az életre. Kiemelkedő munkájával, gyakorlatias szemléletével, lassan már megszámlálhatatlan mennyiségű diákját segíti hozzá területi, megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeken történő kiemelkedő szerepléshez, biológia, földrajz és testnevelés tantárgyakból egyaránt. Ebben a tanévben Magyarország legjobb általános iskolai korosztályú földrajzosa és biológusa is az ő tanítványa, aki megérdemli, hogy elhangozzon e helyen is a neve. Ő nem más, mint Mester Marcell, 8. osztályos tanuló. Munkája során... Munkája során sugárzik róla nagyfokú empátia, amivel a tanítványai felé közelít. Sok diák folyamatosan visszajár hozzá az iskolába, mert mindig van szabad ideje arra, hogy meghallgassa őket, tanácsot adjon a számukra. Mindig következetes és igazságos. Óráit a biztos szakmai tudás, a felkészültség és az igényesség mellett a jókedv szövi át. Ő az a pedagógus, akinek az élete az iskola. Sokszínűségére álljon itt a 2013-2014-es tanévben a tanulóival elért eredményeinek listája a teljesség igénye nélkül. A Duatlon Diákolimpia megyei döntőben 3 első helyezés, 2 második helyezés, 2 harmadik helyezés. Országúti Kerékpár Diákolimpia országos döntőben egyéni 4., 7., 8. helyezés. Mezei Futó Diákolimpiai megyei döntőben egyéni 3. helyezés. Teleki Pál országos földrajz föltanverseny megyei döntőben 8. osztály első helyezés, 7. osztály első helyezés, az országos döntőben 8. osztály első helyezés, 7. osztály 13. helyezés. Továbbá Les Nándor országos földrajzversenyen 6.-7. helyezés, és dr. Árokszálási Zoltán országos biológia környezetvédelmi verseny országos döntőben elért első helyezés. Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Nyíregyházai Tankerülete pedagógus nap alkalmából elismerésben részesíti Szabóné Széles Ildikó történelem magyar szakos pedagógust. A Rákóczi Szabadságharc emlékére kiírt országos versenyen tanítványával, Marozsán Nórával 11. helyezést ért el. Elismerésben részesül Osváth Gábor, földrajzszakos pedagógus. A Világjárók országos földrajzi versenyen tanítványa Marozsán Nóra 4. helyezést ért el.
elismerésben részesült Takács János, testnevelés szakos pedagógus a középiskolások duatlon csapatversenyén tanítványaival az országos 5. helyezést érte el. Végül Juhász Ferenc, testnevelés szakos pedagógus, a rendészeti szakközépiskolák országos versenyén 60 csapat közül a 34. helyezést ért el. Köszönjük szépen a tankerületi igazgatóasszonynak, és én azt a tájékoztatást kaptam, hogy Forrán Zsolt polgármester úr még néhány gondolatot szeretne mondani az este folyamán. Most pedig egy meglepetés is lenne, hiszen itt ugye a testületek, igazgatók, pedagógusok maguk közül választották ki azokat a kitüntetetteket, akiket most jelen pillanatban díjaztak és díjaztunk. Most pedig szeretném, hogyha a Csenger város önkormányzata részéről mi is kihívnánk egy olyan pedagógust, aki az elmúlt években nagyon sokat teljesített, mind egyrészt az általános iskolai feladatoknak az ellátásával, mind pedig ennek az iskolának a menedzselésével, és ebből már meg is rúgtam akkor, hogy kit szeretnék ide várni magam mellé. Megkérném Kazamér Tibor igazgató urat, hogy fáradj, légy szíves ki ide hozzám. Igazgató nem tudott róla, és ez a meglepetés, ez neki szól, és szeretnénk megköszönni Csengerváros önkormányzata, csengeri lakosság nevében azt a rengeteg munkát, amelyet ezért az iskoláért, ezért a közösségért tesz és tett. Szeretnénk megköszönni azt, hogy az Általános Művelődési Központnak, az AMK-nak, a régi nevén nevezve AMK-nak volt a vezetői igazgatója hosszú éveken keresztül, és ugye itt a pedagógiai munkán felül nagyon sok gazdasági, tehát ökonómiai munkát is kellett neki végezni, amellyel segítette az önkormányzat munkáját is, és a teljes lakosság munkáját. Én ezúton szeretnék neki, családjának nagyon jó egészséget kívánni, szintén a szakmában ugyanilyen sok sikert, amelyet idáig elért, és szeretném neki még egyszer megköszönni azt a rengeteg munkát, amit tett azért a közösségért. Köszönöm szépen, még egyszer igazgatónak, és jó egészséget kívánok! Polgármester úr, képviselő társaim, nagyon-nagyon szépen köszönöm, ez tényleg egy igazi meglepetés volt. Nagyon nehéz Csengerbe meglepetést okozni, mert minden kiderül, de ez valahogy tényleg nem derült ki, és nagyon-nagyon váratlanul ért. De engedjétek meg, hogy Böjte Csaba a dévai szerzetes gondolatával köszönjem meg az önkormányzatnak, valamennyi őtöknek ezt az elismerést, ami egy nagyon szép óra, és büszkén fogom hordani. Böjte Csaba azt mondta, hogy az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni. Én, mi, pedagógusok, a kis emberparántákat nagyon-nagyon szeretjük, és szeretve szeretnénk őket igazi jó emberekké tenni, de nem csak a gyerekeket, hanem egymást is nagyon-nagyon kell szeressük. És én azt hiszem, hogy Csenger városába mi jól tesszük, hogyha egymást nagyon szeretjük. Én szeretném nektek elmondani, hogy köszönöm a szereteteteket, én is nagyon szeretlek benneteket, mindenkinek kívánok nagyon-nagyon jó egészséget, szakmai és családi sikereket. Köszönöm ezt a meglepetést. Köszönjük szépen igazgató szavait. Engedjék meg, hogy magam és a jelenlévők nevében is gratuláljak a kimagasló teljesítmény elismerésért valamennyi kitüntetett részére. A 2014. évi pedagógus nap zárásaként Csengerváros önkormányzata jóvoltából kérem, fogadják szeretettel ezt a szerény vendéglátást, jó étvágyat kívánok mindannyiuknak. Hadd kérjem meg a kitüntetetteket, hogy jöjjenek ide egy közös fotóra, hadd készítsünk egy közös fotót, ahol minden kitüntetett pedagógus a mai nap folyamán itt van. Jó étvágyat kívánok mindannyiuknak!
Mint iskola igazgatója és elismert pedagógus. Mi motiválta annak idején, hogy erre a pályára lépjen? Az nem most volt. Több mint 25 év telt el már, hogy pedagógusként dolgozhatom. Először Porcsalmán kezdtem a munkámat, aztán bekerültem ide a szülővárosomba, Csengerbe. Én azt hiszem, hogy kevés olyan pedagógus van, akit annyi motiváció ért gyermekkorába, mint engem. Ugye édesanyám és édesapám is az intézményben dolgozott, szinte az anyatejjel együtt szívtam magamba a pedagógus pálya szépségét, és természetesen a gyerekek szeretetét. Én első perctől nagyon komolyan gondolkoztam a pedagógus pályába, de az az igazság, hogy nem ez volt a nagy álmom, a nagy álmom az állatorvosság volt. De annak idején ahhoz, hogy mondjuk állatorvosra jelentkezzen az ember, a Csengeri gimnáziumból el kellett volna menni, mert kémiából volt felvétel, itt pedig 34. humán kémiát nem tanultunk. És ennek a városnak a szeretete, az itt élő embereknek a szeretete, meg az akkori 16 éves agyam úgy gondolta, hogy jobb, ha Csengerbe maradok, és egy nagy álom helyett egy kisebb álmot valósítok meg. És matematika-fizika szakos tanári diplomát szerezve végzem a munkámat, és tanítom meg a gyerekeket a matematika és a fizika tantárgy szépségeire. Természetesen ez csak akkor lehet, hogyha az emberben egy nagyon nagyfokú elhivatottság van, egy nagyon nagyfokú gyermekszeretet, mert szülőként, nagyszülőként lehet a gyerekeinket szeretni, de napi szinten, amikor 5-6 órán keresztül 80-100-120 gyerek megy át a kezünkön, és nekünk azt kell mutatni, hogy valamennyi őket egyformán szeretjük. Ez az igazán nagy kihívás, és természetesen egyformán is szeretjük őket, akkor is, ha vannak bennük jobb tanulók, gyengébb tanulók, jobb magaviseletűek és esetleg gyengébb magaviseletűek, de mint ahogy Teréz anya mondta, a szeretet soha el nem fogy, és egy pedagógusból semmiféleképpen nem fogyhat el. Iskolánk legfiatalabb pedagógusa. Mikor jött az ötlet, hogy a pedagógus pályára lépsz? Már kiskoromtól kezdve, mert keresztanyámat láttam, mint pedagógus, és onnantól kezdve nekem az volt a mindenem, hogy én is pedagógus szeretnék lenni. Hogyha láttam, hogy ő dolgozatot javított, akkor én is azt játszottam, hogy én is dolgozatokat javítottam. Ő volt a példaképed is akkor maximálisan, vagy volt-e még mellette az iskolában más? Elsősorban ő volt a példaképem, de nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy mindenkit példaképnek tekinthettem. Hogy fogadtak az iskolában a pedagógusok és a gyerekek? Nagyon jól fogadtak, mind a pedagógusok, mind a gyermekek. Úgy érzem, hogy egyből elfogadtak, és mai napig megfigyelt, hogy akármilyen kérdésem van, a pedagógusok segítenek. Hamarosan nyári szünet lesz. Milyen tanácsokkal látnád el a gyerekeket és a szülőket? Hogy
támogassák a gyerekeket a nyári szünet ide alatt is, pihenjenek jó sokat, mert azért hosszú tanévünk volt, de azért tanuljanak is egy picit, olvassák el kötelezőket, ha kell, készítsenek olvasónaplókat, illetve majd nyár vége felé azért ismételjék át a múlt évben tanultakat. Az elmúlt héten volt igazgatóválasztás. Összefoglalná nekünk egy pár mondatban, hogy mi történt? Igen, egy nagyon komoly esemény az én életemben is, ez az igazgatóválasztás. 2004-ben nyertem el először ezt a mandátumot, és azóta már 10 év telt el, tehát 2 cikluson keresztül vezethettem a jelen pillanatban ugye a Makovec Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevű intézményt. Ugye először volt Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, aztán volt Petőfi Sándor Általános Művészeti Központ és Könyvtárpedagógiai Szakszolgálat, immár most pedig ugye is a Makovec Imre nevét vettük föl. Lejárt 2 ciklus, lejárt 10 év, és az új fenntartó, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Csengeri Tankerülete pályázatot írt ki az igazgatói státusz betöltésére. Egy kicsit izgultam, hogy hányan fogunk pályázni, de örömmel mondhatom, hogy sem külsős pályázó nem volt, tehát sem a településen kívülről, sem az én pedagógus kollégáim közül senki nem pályázott igazgatónak. Hát én ezt 2 dolognak tulajdonítom. Az egyik az az, hogy ezt a nagyon-nagyon komoly munkát nem biztos, hogy mindenki szívesen vállalja, de szerintem ezek voltak kevesebben, inkább többen azok voltak, akik úgy gondolhatták, hogy az eddig elkezdett munkát folytatni kell, mert az irány, amit az intézmény szakmailag az elmúlt időszakban követ, az folytatandó. És az elmúlt héten a különböző testületek szavaztak, így örömmel mondhatom, hogy valamennyi pedagógus kollégám titkos szavazással 100%-osan rám szavazott. Aztán a diák önkormányzat tagjai, a 8 évfolyam tanulói szintén 100%-osan rám szavaztak, és ami nagyon-nagyon fontos elismerés, hogy a szülők is úgy ítélték meg, 35 szülő volt jelen a szülői szervezet választásán, de valamennyien úgy ítélték meg, hogy jó kezekben van az iskola, hogyha én folytatom a munkámat, hogy jelen pillanatban ezek a egységek rám szavaztak, de természetesen majd a végső szót Balogh Zoltán miniszter úr fogja rátenni, és valamikor júliusra várható, hogy ünnepélyes keretek között Budapesten veheti át majd a leendő igazgató a megbízását, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez majd jelen leszek. Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra, én édesem, én kedvesem, szakasz egyet róla. Mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz a második napja. Meg tudná nekem mondani, hogy mit is ünneplünk pünköskor?
Persze, hát a Szentlélek eljövetelét. Közeleg a pünköst. Őrzik-e a hagyományokat, vagy inkább családi programokat terveznek a hétvégére? Mi otthon szoktunk tartani, hogy betartunk azt a szabát gyermekekkel, otthon nem szoktunk sehová menni. Attól függ, hogy ér rá a családcsillagom, mert elég szét vagyunk. Most már inkább szabadtéri program. Hát kirándulás. Családdal, baráttal. Családi programokat szervezünk. Én nem szoktam kirándulni, én itthon családdal vagy egyedül. Attól függ. Családi programokat. Családi programokat. Úgyhogy meg munkával. Munkával. 80 évesen, már mikor én férjemmel csak otthon, még nem programozunk semmit sem. Mert már öregek vagyunk, csak otthon a kis hajlékunkban. Inkább családi program, igen. Úgyhogy nem őrizünk. Inkább családi programokat. Szépen együtt a család. Még nem tervezünk semmit. A hagyományokat őrizzük. Elmegyünk templomba. A kis szűk családi kör. Ha elmegyünk, vagy a gyerekek jönnek, ennyi az egész. Nincs már az a nagy, mint a régi nagy összejövetelek, hát ugye sokat változott a helyzet. Régebben szüleinkkel nagyobban ünnepeltük jobban, de most már a fiatalok csak hagyják élfele. Családdal elmegyünk külföldre, aztán ott eltöltünk két kellemes napot. Családi baráti programokat. Mikor is van pünköst? Pünköst a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása, ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon árad ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Mit ünneplünk pünköstkor? Pünköst napját, azaz a Szentlélek eljövetelét, és egyben az egyház megalapítását a keresztény világvasárnap, a húsvét utáni 50. napon ünnepli. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak. A magyar pünkösdi szokásokban a keresztény szokások keveredtek az ősi pogány szokásokkal, a már meglévő pogány hagyományokra épültek rá a keresztény elemek, és olvadtak össze egy ünneppé. Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közzé tartozik. Talán ez a legismertebb hagyománya a pünkösdi ünnepkörnek, eredete a 15. századra vezethető vissza az írásos emlékek alapján. Pünkösd szombatjára érkeztek meg a katolikus hívők Csíksomlyóra, és a Szentmise után együtt mentek fel a Somlyóhegyre. Ez a szokás máig élő hagyomány, és több tízezer magyar zarándokol Csíksomlyóra pünköstkor. Egy másik pünkösdi népszokás szerint ilyenkor zöld ágat, bodzát, gyümölcsfaágakat tűztek a házakra, a kerítésre vagy az istállóra. Ezzel vagy a gonosz, rossz szellemeket üzték el, vagy a lányos házakat jelezték vele. Néhány vidéken ilyenkor állítottak májusfát, ahol viszont már május elején felállították, ott pünköstkor szedték le.